Begin your broadcast. The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Szép jó reggelt, szép jó napot kívánok mindenkinek! Szeretettel üdvözöllek benneteket a Rain International-nek a szokásos hétfő délelőtti webinárján. Az elismerések mellett ma lesz jó pár hasznos és érdekes információm. Én Szobony Olivér vagyok, a vállalat közép-európai értékesítés támogató menedzsere. És hát az enyém a mai napon az a megtiszteltetés és az az öröm, hogy szívből tudok gratulálni azoknak a munkatársaknak, akik valamilyen új szintet értek el az üzletükkel. Engedjétek is nekem, hogy rögtön akkor kattintsak egyet. És gratulálok a Silver Executive szintű új munkatársaknak, akik ezen a héten Hollandiából kerültek ki, Harold Pickett, Jesse Gajász, Bronz Executive-ok Magyarországról, Zsigri Kovács Réka. Réka, gratulálok! Nagyon-nagyon-nagyon jó vagy, nagyon büszke vagyok rád. Ismerem Rékát, tudom, hogy egy nagyon lelkes, egy csodálatos ember, akinek nagy álma és nagy vágyai vannak, és látszik, hogy lépésről lépésre halad előre, úgyhogy én köszönöm neked itt az elkötelezettségedet. Ugye azért is emelek ki, mert egyrészt nagyon szeretlek, másrészt meg ugye ebben a régióban tevékenykedsz és dolgozol, úgyhogy további sok sikert kívánok neked, és köszönöm neked a nagyszerű példát, amit mutattál, és mutatsz, és ugyanúgy bronz szintet ért el Tine Dekker Hollandiából, és Luzv Media Hebreo az Egyesült Királyságból. Ugye, és ők nagyon sok más embernek is segítettek, hogy szinteket érjenek el, úgyhogy itt vannak a senior menedzserek és a menedzserek. Szeretném kiemelni Csente Stefánt Szlovákiából, illetve szintén Magyarországról Nyunging Huangot, valamint távol-keletről, talán Kínából nálunk élő és dolgozó munkatársról lehet szó, és szeretném kiemelni a top toborzókat, Marissa Garlandot és Mark Reckert szintén Hollandiából, ugye ők a top toborzók között voltak a 13. héten az egész világon. Na, néhány hasznos információ, ugye hétvégén az Egyesült Államokban került megrendezésre az a bootcamp, a Jay Noland féle bootcamp, ami február 19-én és 20-án Magyarországon is megrendezésre került. Ugye ez egy nagyon, nagyon, nagyon ütős, nagyon erőteljes esemény volt. És most itt tehát ugye az üzletépítő alapelveken felül, elnézést, néhány bejelentést is tett a cég. Ezek között az első, hogy újra dizájnolta, újra alkotta a Ford-nak a receptjét. Ugye rögtön itt láthatjátok, hogy egy dobozos kiszerelésben értékesítjük innentől kezdve. Korábban ez egy zacskós kiszerelés volt, és most már nem 16 adag van egy zacskóban, hanem 30 adag. Tehát tulajdonképpen egy havi adagról beszélünk. És már eddig is nagyon ütős volt a termék, de fejlesztettek rajta, mégpedig a következőket. Először is a chia magot egészben adjuk hozzá, mert sokan, akik fogyasztották, bár ugye nagyon komoly élettani előnyöket és egészségügyi előnyöket élveztek a terméknek köszönhetően, tehát imádták a terméket, de igazából azt az élményt, amit mi meg tudunk adni, hogy tehát ezt a magalapú élményt, ezt úgy annyira nem, tehát nem érezték. Mert amikor a szót vagy a kort valaki fogyasztja, hogy picit így érzi, hogy a magok ott a szájában úszkálnak, tehát megvan ez az érzés, ezzel nem volt meg, úgyhogy a chia magot most már nem őrölve adjuk hozzá, hanem egészben. És amikor elkészítem, hogy valaki a turmixot, ugye chia mag, hogyha fogyasztottál, az arról híres, hogy a nedvességet nagyon hamar magába szívja, és amikor fogyasztod, akkor ilyen nagyon ilyen kis, nagyon kellemes, finom íze van, és ilyen kicsit ilyen ropogós. Tehát ezt úgy lehet rágni, mint a gránátalmának a magját körülbelül. Ugye sokkal kisebb a chia mag. Úgyhogy ezzel egy ilyen magérzést tudunk adni, megnöveltük a rost tartalmát, megnöveltük az omega 3 és 6 tartalmát, és
egy ilyen kiemelt, ilyen probiotikus hatása van most már a terméknek, és még több csokoládéport, ezt a holland csokoládéport is adtunk hozzá, úgyhogy magát a terméket újra dolgoztuk. Én nagyon-nagyon várom már, hogy itt lenne Európában, és többen kérdezték, hogy miért telik el annyi idő, hogy ugye tavaly az év második felében, augusztusban bevezetésre került az USA-ban, miért nem került már nálunk bevezetésre? Hát egyrészt itt a válasz, mert tudtuk azt, hogy a terméket az USA-ban is újra fogják gyártani, tehát újra fogják csinálni, új lesz a recept. Úgyhogy ezt mindenféleképpen megvártuk, és hát annyi van, hogy amikor majd, most ugye elkészült az alaprecept, és amikor Magyarországra, illetve Európába fog bekerülni a maga a termék, akkor bizonyos jogi, szabályzási okok miatt még ezt a receptet nagyon picit módosítani kell. A termék nem lesz rosszabb, tehát nem fogunk elvenni a termék erejéből, de egy picit módosítanunk kell ahhoz, hogy Európában, minden országban a terméket tudjuk értékesíteni, tehát hogy ne legyenek jogi problémák. Na ezt a receptet most ugye hétvégén kijött az amerikai, most elkezdik kidolgozni az európait, és akkor hát nem akarok nektek egy pontos dátumot ígérni, nem is fogok, de hogy én azt gondolom, hogy tehát hogy nagyon közel vagyunk ahhoz, ennek a terméknek megcsináljuk az európai regisztrációját, és útjára indítsuk. Én nagyon szeretem, én minden nap fogyasztom. Tehát én nagy rajongója vagyok a formnak, amióta itt van, és tulajdonképpen nem telik el új nap, hogy ne fogyasztanám. Én azt csinálom, hogy én egy turmixot csinálok minden reggel. Hát vagy én, vagy a feleségem, attól függ. De az a lényeg, hogy a turmix az úgy néz ki, hogy beleteszek egy ilyen másfél, van benne egy kis tartály, ugye egy másfél tartálynyi port, és rakok hozzá valamilyen gyümölcsöt, jellemzően banánt, meg zappelyhet, és vagy zaptejet, vagy ristejet, meg egy kis vizet. És akkor ezt összeturmixolom, ezt kijöntöm magamnak, ez ilyen nagyjából ilyen 4 deci körülbelül, amit én így csinálok. Én ezt megiszom reggel, és nekem ez olyan délig gyönyörűen kitart. És azért, tehát azon kívül, hogy elképesztően tehát csodálatos tápanyagtartalma van a terméknek, azon kívül azt is nagyon szeretem benne, hogy nem veszel energiát, mert ezt sokan nem tudják, de tulajdonképpen a szervezetünkben az egyik legtöbb energiát elfogyasztó folyamat, biológiai folyamat, ez maga az emésztés. Tehát amikor az ember mondjuk egy jó tojásrántot, tehát békönnel, kenyérrel, meg nem tudom, valamivel így elfogyaszt, ugyanaz rengeteg energiát biztosít, és én nem mondom, hogy erre nincs szükség, tehát nem ez ellen beszélek, csak azt akarom mondani, hogy ennek az emésztése elképesztő mennyiség energiát el is visz. Na most ez a termék biztosítja az energiát anélkül, hogy komoly energiákat elvinni. Tehát az emésztés miatt valamennyit elvész, de ez minimális. Tehát, hogy nagyon könnyűnek érzed magad, megiszod, és nem vagy éhes, de nincs ez a puffadság érzés. Csodálatos. Egyszerűen imádom. Úgyhogy én ennek egy nagy szószólója, nagy hirdető leszek, alig várom már, hogy itt legyen a termék, úgyhogy kis türelmeteket kérem, én azt gondolom, hogy ezzel egy óriásit fogunk robbantani. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon nagy szüksége van erre a termékre a piacnak. A feleségem, ezt már talán többször hallottátok, na, ő a Magyarországon szerintem a top 10-ben benne van, aki így nagyon odafigyel, hogy mit fogyasszon, tehát arra nagyon vigyáz, hogy vegán legyen, és számos más dologra odafigyel, tejmentes legyen, és így tovább, és ő is imádja, és minden a fogyasztás, a gyerekeink is isszák mindegyik, úgyhogy én nagyon hálás vagyok tényleg, gyerekek, hogy ilyen cégnél dolgozunk, hogy ilyen termék itt van a kezünkben. Úgyhogy ez volt az egyik nagy bejelentés, természetesen ahogy a dolog közeledünk, fogunk benneteket majd tájékoztatni. Egy másik újdonság, és ezt Jay Noland, a vállalatunknak az értékesítési alelnöke már hónapok óta így nagyon finoman lebegtette így a levegőben, és ez most a hétvégén az Egyesült Államokban megtörtént. Útjára indítjuk a kávé alapú termékeinket. Miről is van most szó? Ugye első körben most az USA-ban egy nagyon-nagyon limitált
készletet megvásárolhatnak az alapítók, illetve mindazok, akik ott voltak a bootcampek, senki más. És ők egy ilyen nagy kartonnyit tudtak megvásárolni, amiben 30 doboz van, és egy kedvezményes áron tudták ezt így ott megvásárolni. És ugyanez, amikor itt lesz a termék, akkor ugyanígy az itteni európai alapítóknak ugyanígy lesz egy ilyen elővásárlási lehetősége. Mindenki más az Egyesült Államokban egy előrendelést tud a termékre leadni, és azt valamikor a jövő hónap elején fogják kiszállítani. Első körben egy hagyományos fekete kávé kerül értékesítésre, és ami különleges a termékben, hogy a kávé magok, amiből maga a termék készül, ezt átitatják különböző más különleges magoknak az olajaival. Tehát például ugye a fekete kömény magolajjal, a chardonnay szőlő magolajjal, grapefruit olajjal, és más nagyszerű természetes hatóanyagokkal. Tehát az, aki kávét fogyaszt, az ezekkel a plusz élettani előnyökkel is gazdagított terméket fog fogyasztani. Tehát első körben, tehát ez a termék indul útjára, és pár héttel később, tehát a hónap végéhez képest pár héttel később a latte tea, a latte kávé fog kijönni, majd egy chai tea, ami a vörös rooibosból készül, ez egy 100%-ban koffeinmentes tea lesz, rengeteg pozitív élettani tulajdonsággal. Úgyhogy ez elindult az Egyesült Államokban, mondom, csak nagyon limitált készlettel, csak az alapítóknak és a bootcampen résztvevőknek, de a szélesíteni fogjuk azon emberek körét, akik ezeket a termékeket meg fogják tudni vásárolni. És a Jay azt ígérte, hogy ezen a héten elkezdik a termékeknek az európai regisztrációját, úgyhogy ahogy közelednek ezek a termékek, úgy fogunk benneteket tájékoztatni. Szeretném felhívni a figyelmeteket arra, hogy még él, tehát április végéig a Rain 3x3-as promóciója az él, és bátorítunk benneteket, hogy éljetek ezzel. Ha megnézitek a korábbi videókat, meg az én Facebook lapomon is fenn van egy videó, ott pontosan elmagyarázom, most nem akarok újra az egészet elmondani, de arra szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy ez egy óriási promóció, óriási lehetőség, tehát hogyha te komolyan gondolod azt, hogy pénzügyileg függetlenné váljál, akkor ezt most meg tudod tenni, legalábbis hozzá fog segíteni ez a promóció. Ugye arról szól, hogy ez alapvetően új embereknek van kitalálva. Tehát ha valaki egy partner április hónapban regisztrál be, akkor a regisztráció napjától számítva van, tehát a regisztráció napja plusz 7 napja arra, hogy 3 embert behozzon, bronz vagy a fölötti csomaggal, ezért $250 fog pluszba kapni az FOB-n felül, tehát az első rendelési bónuszon felül, és hogyha a saját regisztrációt a számított 21 napon belül segít ennek a háromnak ugyanezt megcsinálni, tehát behozni még 3 embert minimum bronz csomaggal, akkor $750 fog kapni pluszba, tehát összesen $1000. És ez régi partnereknek is áll, tehát hogyha valaki megcsinálja a 28-án indult ugye a program múlt hónap 28-án, március 28-án, tehát hogyha ahhoz képest 21 napon belül megcsinálja ezt a struktúrát, tehát ezt a 3 plusz 9-et, akkor ő is meg fogja kapni ezt a bónuszt, és nagyon fontos része a dolognak, hogy a személyesen szponzorált emberek, akik már korábban benne voltak az üzletedben, de megvásárolják a bronz vagy a fölötti csomagot teljes áron, tehát nem a különbözetet, akkor azok is számítanak, és így nagyon komoly, tehát több 100 000 forintokat, 4-5, akár 651 000 forintot is meg lehet keresni, hogyha valaki ezt a részét komolyan csinálja. Mi számít bele? Bele számít a bronz csomag, a gold csomag és ugye az alapítói csomag, úgyhogy bátorítunk benneteket, hogy gőzerővel használjátok és éljetek a lehetőséggel. Szeretném felhívni a figyelmet, hogy a Rain Talkok minden hétköznap 20 órakor mennek.
az Egyesült Államokból, és gyertek ide, hallgassátok meg, és gazdagítsátok a tapasztalataitokat. Itt céges vezetőemberek, illetve vezető partnerek mondják el az üzletépítő tapasztalatukat, terméktapasztalatukat, hogyan értékesítik a termékeket, tehát ilyen ehhez hasonló dolgokat. Na most itt Európában milyen események jönnek? Most hétvégén, április 16-án Eindhovenben itt van a rendezvényterem, ugye a Rén naptárban is megtaláljátok a programot, egy Rén Day kerül megrendezésre, és a vendégünk lesz itt ezen a rendezvényen, egyébként Byron Belka erre a rendezvényre el fog repülni, mivel teljesítették azt a feltételt, hogy eladják az összes alapítói csomagot. Aztán április 22-25-ig egy barcelonai rendezvényünk lesz, ugye ez egy jutalomút lesz, és április 30-án Bécsben kerül megrendezésre a rendezvény, és egy új helyszínen, erre szeretném felhívni a figyelmet, a Austria Trend Event Hotelben. Itt látjátok a részleteket, de hogyha bementek a naptárba, akkor ott is ezeket láthatjátok, és június 4-én pedig a Rain Day kerül megrendezésre egy új helyszínen, a Belvárosi Színházban, a Károly körút 3/A-ban. Én itt már több alkalommal voltam rendezvényen, egy nagyon-nagyon jó hely, úgyhogy várunk benneteket erre is nagy szeretettel, és ne feledkezzünk el természetesen a Seed Summitunkról. Ugye látjátok, hogy most már ugye korábban egy nagy világméretű nagy konferencia kellett ahhoz, hogy egy új terméket bejelentsünk, most már olyan szépen fejlődik a cégünk, hogy már most évközben is, látjátok, egy ilyen sima bootcampen már jelentünk be termékeket, de itt is lesznek nagyon nagyszerű új termékek, új promóciók, új eszközök, új motivációk, új tudások, úgyhogy én bátorítok benneteket, hogy gyertek el, és tanuljatok a legjobbaktól. Mindannyian az öt legjobb barátunknak az átlaga vagyunk, úgyhogy ha eljöttök ide, és körbeveszitek magatokat ebből az üzletből dollármilliókat kereső emberekkel, akkor biztosak lehettek benne, hogy a ti üzleti sikeretekhez ez hozzá fog járulni. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy ma itt voltatok. Belépőkben, CV-kben, 3x3-as promóciókban, $250, $750 gazdag, sikeres hetet kívánok. Köszönöm, hogy itt voltatok, Szabony Olivért hallottátok. Sziasztok!